Szép jó napot kívánok, Balóknak szeretnék üzenni egy pár szót arra a videójára, amit ő csinál. És itt nem tudom, miket beszél. Hát azt üzenem neked, hogy szégyelled magadat, hogy ilyen csúnyán nyilatkozol már körülbelül 3 éve rólam, és te nem hagysz engem békébe. Blokkolod a telefonszámodat, hogy ne tudjanak felhívni, hogy megbeszéljük ezt a dolgokat, hogy hogy mersz te engem sértegetni, és hogy mersz te olyan állításokat állítani rólam, ami aljasság. Úgyhogy figyelj ide, állj el le de nagyon, mert roma szervezetekhez fogok fordulni, mégpedig a legnagyobb elnökökhöz. Megértetted? Mert te a romaságnak a szégyene vagy. Te csinálod azokat a dolgokat, amiket én rám fogsz. A másik, hogy elmagyarázzam, hogy én a te zenész kollégáddal, életedben nem volt zenész kollégád, csak ismered őtet, mert együtt jártatok iskolába. Amúgy gyűlöl és utál téged, mind a szart azóta. Mert te megbeszélted vele, hogy menjen téged meglátogatni, ugye? És csapdába vittetek engem mind a ketten. Ő is, meg te is. Szégyeljétek a pufa lemezeteket. Zenészek, tanárurak, nagy énekes vagy. Úristen, ne tudd meg. Ha ő annyira nagy zenész lenne, akkor nem egy KFT-nél dolgozik, hogy biztonsági őr. Te pedig nem halnál éhen, hogy csalogatod be embereket a stúdióra, meg mit tudom én, hogy hová megérted. Tettem mocskos, aljas, szövegű, undormányos ember. Megvan mindenkinek amúgy a véleménye rólad. Te csapdába vittél, mert megbeszélted a csávóval, hogy hajbiszi, elcsal engem, mert nagyon akart magának megszerezni, nem pedig arra, amit te mondasz, hanem arra, hogy komoly kapcsolatra. Mert érek annyit ebben az életben, tudod, pláne ne kértem volna annyit. Na, az a kívül egy úri ember, nem olyan, mint te. De megmondta, ha még egyszer a pofádra veszed, szétveri a szádat úgy, hogy az életedben nem szólalsz meg többé. Megértetted? Te mocsok. Aljas dög, szétvetted azt a kapcsolatot, mert te szétvetted, mert te vetted széjjel, mert egy áruló, mocskos ember vagy, érted? Neked minden tekintetben az volt a célod, hogy engem, mint műsorvezetőt kilőni onnan. Hogy ne tudjak tenni semmit a romasági mondjuk. Ád egy, ugye? Mert te, amikor lejöttél a falunapokra, hajbiszi romanapok vannak. Jaj, de jól érezted magad, azt ott futtattad magadat, meg a mercikédet. Meg a nem tudom melyik nőket. Te vagy a futtató ember, tudod? Fiatal lányokkal éltél együtt, holott műsorvezetőnek fogtad be őket. Na vajon? Őszintén mondd már meg, hogy én kivel éltem együtt. Melyik fiatal srácot fogtam meg magamnak, hogy feltregjen velem, meg stb., meg hogy műsort vezessen, meg hogy beviszem a tévéhez. Egyiket se, ugye? Te aljas, mocskos, erkölcstelen ember. Meg még te megbeszélted azzal a betegasszonnyal, hogy mit csináljatok, mert engem minden tekintetben csapdába kellett, hogy vigyetek. Azt hiszed, hogy nem tudom, hogy te állítottad rám a sok büdös olyan embereket, bűnösöket, és a többi, akik tönkretették mondjuk a Harriettát. Igen. Mert szerencsétlen nem tudta, kivel áll szóba annó, és kivel bútorozik össze, meg ilyesmi. Kit küldtél rá, te szemétláda? Mindig is tudtam, hogy egy bűnszervezeti banda vagy. Mert az vagy. Erről ennyit? A betegnőről, meg az uráról, meg annyit, hogy idehozta nekem kocsival, és kidobta itt nekem hulla részegen, begyógyszerezve. Ezt szeretném mondani. A másik pedig, hogy 40 000 értékű ruhát vitte, és kb. Az ékszer, amit elvitte, amit adtam neki, nem baj, le van ejtve, nem mondok árat, de azért nem volt piti. Meg, hogy helyrehoztam meg, stb. Ma úgy dobta itt ki nekem, mint hogyha valami penészes pincéből lett volna kihozva. Ezt halál komolyan mondom mindenkinek. Még hogy te tudod azt a csávónak a nevét, meg így, meg úgy, meg amúgy én nem tettek róla, hogy ő megbeszélt valamilyen randevút, és elment, és stb. Neki a saját magánügye. Amúgy józan volt, nem volt részeg, csak a csávója dobta ide nekem hullarészegen, és begyógyszerezve.
Majd utána kínlottam benne egy csomót, hogy ki tudjon nyúzanodni. Azt a jeleneteket, amiket én láttam, amit itt művelt vele az az ember, Már minden ott lesz az ügyintéző, hozzám jön, nem kell lesz. Ha őszint, akkor add vissza. Mi? Ha? Akkor azt a papírt. Pillanat. Mindjárt. Adom. Pillanat. Ja. Igen. Na, itt vagyok. Közben. Na, figyelj ide, Balogh Lajos. Mit akarok mondani részletesen? 3 éve vágod az életemet agyon. Na, akkor beszéljünk erről a dologról, hogy amikor elmentünk téged meglátogatni. Ugye? Te honnan tudod azt, hogy én velem mit csinált, vagy mit nem tett az az ember? Felnőtt ember vagyok, és ő is. Mi az, hogy te a szádon kidobod azokat a dolgokat a YouTube-ra? Élő videóban mondtad te szemét. Miről beszélsz te, hogy én szerelmes vagyok beléd, én megmondtam nekem akkor se kelleni, hogyha egyedül lennél ezen az egész világon. Mint férfi. Mert nem. Azért kívül egy kedves, rendes ember voltál, mert pitisztél meg minden. Ugye ez visszamenőleg 3 évre beszélünk. Nagyon tiltottad a műsorvezetést nekem. Nagyon tiltottad a Beát tőlem, és a Káolacit is. Fájt neked, ugye? Hogy nem veled foglalkoztak. Volt eszük, meg van eszük. Illetve volt, tehát Bea már nincs közöttünk. Dr. Broté Péternek is volt esze, hogy velem csinált egy frankó szerződést, 3 éve nincs is már beírva a Budapest TV, nincs regisztrálva sehol. Hogy az egyáltalán működik. Mit csináltál? Te behívtad a Lakatosi Baját? Mire? 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 Amikor semmi szerződés, semmi dolog nincsen ottan. Vigyázzál, mert buksz lefele. Ezzel a videóddal, amit tettél. Ez egy nagyon kemény vád, amiket te csinálsz. És elegem van 3 éve, hogy te nekem a becsületemet, az elkölcsömet, a hírnevemet rúgálod. Meg még azt mondod, hogy a Henriettának nincs hangja. Hát a Henriettának van a legjobb hangja, te, mocsok. Se a Mercinek, se a Tinának nem volt hangja. Az, hogy fiatalok voltak, és el tudtad vinni őket, ki tudja merre, lehet, hogy pont te csinálod azokat a dolgokat, amiket rám fogod. És ez is elképzelhető, hogy te vittél engem csapdába, azt eladtál engem annak a zenésznek, nem gondolod? Ha? Csak mivel annyira rendes ember volt, azért csak egy tekintélyes ember. Igen, értem, jött kocsival, elmentünk hozzád, nem ment egyedül, beszélgettünk, kávéztunk, stb. Stb. Akkor te miről beszélsz, te patkány? Nem érném, hogy 2 perc alatt bárkit is le lehet kezelni. Semmi tekintetben. Olyasmi nem történt. Amit te a szádon kinyögsz, ha pedig történt, akkor sincs semmi gond. De ehhez semmi közöd. Nem hozzád megyünk, hogyha kell olyan témát csinálni. Te szemét aljas dög. Ez az egyetlen egy valami van a kezedben, amiket te nekem itt már évek óta említgetsz. Nekem anno se barátom, se partnerem, se férjem nem volt. Azt csináltam, amit akartam. Na.
Amúgy beszéltem dr. Brody Péterrel, mert most ugye feljelentettenek téged, Balók, vissza fogják hallgatni dr. Brody Péter telefonbeszélgetését, hogy hív. Azt is, hogy mit mond. Azt is, hogy hogy csal fel, amikor az Ibolyát vitted be, hogy menjek be én műsorvezetőnek. Nem te sztároltad be az Ibolyát, be lett volna sztárolva normálisan, ha én felmegyek. Nem mentem fel. Pont te miattad, mert veled én már egy színpadon nem szeretnék lenni sehol többé, soha az életben. Úgyhogy most jött el az a perc, hogy én téged kitagadtalak. Örökre. A harmadik, hogy az a beteg asszony, te hányszor hívtad azt a beteg asszony magadhoz? Hányszor fenyegetted meg a férjét? Hányszor fenyegetted meg Lakatos Ibolyát, meg a férjét, a Husztit? Hányszor hordtad le az egyik nagyon kedves, ismerős barátnőmet, és bántalmaztad, holott neki is olyan jó hangja van? Hányszor rontottad el a műsort, és hányszor rontottad el azt, hogy a műsorból visszalépjenek emberek? Mert nekem már megvolt a csapatom. Ezt szeretném mondani. És igenis, amikor én a Budapest TV-t csináltam, a Civil Retrum Roma szervezeti fő elnök bent volt, behozta a tehetségeket, és én ugyanúgy akartam ezt folytatni. Te elrontottál mindent. Most pláne megint az egész erkölcsömet rongálod. Vajon miért ott van az a nagy kérdője? Velem nem stúdiós kínlódott, hanem senki. Az az ember itt a sörét kiment, én meg felénekeltem azt a két dalt, felrögzítette és kész. Húzta az időt, hogy minél többet kelljen fizetni. Ennyi. A harmadik, hogy én tudok élőben is énekelni, itt vannak a hangjaim. Sem mikrofon, semmit nem használtam. Úgyhogy takarodjál le az életemről, a hírnevemről és mindenről, és le is fogsz takarodni. Akkor még mit akarok még elmondani? Milyen sérelmeket? Na, szóval felhívott a Péter, mondta nekem, hogy rendben, rendezzem, csináljam a műsort, megint frankó szerződésekkel, mindennel. Megszereztem a csapatomat. Te szétborítottad. Jelölj be, tesóm! Jattyani, csicsú, mert direkt felteszed a YouTube-ra, hogy akárhány emberrel beszélek, te felteszed. Nem más a vörös paprő, meg pamadéla, meg ilyen beteg, elmebeteg, mint ti. Te, meg a társaid, meg a Mateszopsz, meg mindegyik hozzá tartozik. Azt hiszed, hogy nem tudom, de hogy nem tudom. Végeredményben te tiltakozol, hogy én ne menjek, ne vezessek műsort. Mert tiltakozol. Nyújtsál be akkor egy petíciót. Tessék, mert én be fogom nyújtani ellened, mégpedig a kártérítés mindent, és örökre lesz befogatva az a aljas szád. Mert te ilyen csúnyán nem beszélhetsz. Nem hozhatsz a roma zenészekre szégyent. Mert te a zenészek, a roma emberek szégyenfoltja vagy. Ezt üzenem neked. Ennyi. Az, hogy én kiborultam és védekeztem és üzengettem neked csúnya szavakat, használtam, amiket te meg a társaid, egy kettő ilyen nőszemély, akiket te rám eresztettél, biztattad a támadásokra ellenem. Hát örüljenek neki, hogy nem jelentettem fel egyiket sem, mert nem vagyok kíváncsi a szennyekre, tehát a szenny emberekre. Mert még látni sem akarom a szenny embereket, mert amúgy kártérítésre tele lehetném nyugi. Tudod te nagyon jól, hogy kiket, akiket rám állítottál. Úgyhogy itt sajnos Harriet a hatalmas nagy áldozatotok lett. Attól függetlenül, hogy az a hölgy is nagyon összeszedte a csapatot, aki neked a csapatod, és mindegyik a ellenségem, és mindegyik gyűlöl engemet,
De bár megmondták a csajok már azt is, hogy mennyire, de mennyire olyan aljas, csaló ember vagy. Mert te azt mondtad, hogy a lányok, küldjék le előre neked a pénzeket. Mire felküldjön neked bárki is pénzeket, amikor te neked nincs engedélyed erre? Nem vagy vállalkozó. A stúdiós nem adott nekem még egy számlát sem. Na hoppá, úgyhogy fogd a pofádat le, mert megkeresem a székesfehérvári stúdióst, és számlát fogok követelni a dalokról. Jó? És adót fog fizetni érte. Tehát azért tudjad az, hogy mit csinálsz. Miket beszélsz? Kiket eresztesz ellenem? Az ilyen embert, mint te, blokkolni kell. Tiltatni, hogy soha a büdös életbe többé Facebook lehetőséget ne kapjon. És most pedig el is kezdem, Banók Lajos, azt a tényeket, hogy te továbbiakban, mint zenész, nem fogsz létezni. Ha csak nem pitizel az Ámbó Árpinak, és akkor megengedi, hogy ingyen fellépj. Ennyi. Meg azt, akit viszel. Ez van. Mert én elmentem Kispestre, mint roma elnökként, a 8. keleti roma elnökként. És a drágalátos énekesek, akik még időbe egy dalt nem tudnak elénekelni, előadni semmit, tiltakoztak, hogy én ne lépjek fel. Jaj, mert nekem annyira rossz a hangom. Jaj, Istenem, csak ő nekik van jó hangjuk, meg neked. Akik szedik a lóvékat össze a roma népnek, és a roma nép egy forint támogatást nem kap belőle. Hoppá! Aha! Hol ott? Az a roma elnök. Fölvesz a falunapra 300 ezeret, vagy 500 ezer támogatást. Azt hiszem, hogy én nem tudom. Utána néztem ám haver. Hogy mi, hogy merre, meddig megy itt a piacon. Úgyhogy Balogás, téged meg foglak semmisíteni, és mind azokat, akik visszaélnek a romasággal, és beszedik a lóvékat, hogy támogatás, közben még nem nyújtanak semmit a roma kisfiatalokhoz. Nem megy el semmi, és nem megy el a roma néphez sem. Úgyhogy te mit csinálsz? Ellenem dolgozol egyfolytában. Persze, mert könnyű, mert ott a dr. Brody Péter meg mindent elintéz neked, ugye? Ügyvédet fizet, fizeti az egész életedet, és a többi. Mennyi pered volt, rendőrségi pered volt? Szerintem nagyon sok. De ez lesz az utolsó, hogy én téged feljelentenek, mert utána szépen mész magadnak örökösen nyugdíjba. Vagy valamelyik bolondok házába be foglak záratatni, de én fogom megtenni. Figyelj, Bonó, hiába szedtél össze 30 embert ellenem. A bíró meg az ügyész nem buta. Meg fogják tudni, hogy miért csináltad. Ennyi. Az én életemet állandó jelleggel 3 évvel kell neked tönkretenni, ugye? Bosszút álltál. Igaz? Bosszút álltál rajtam. Milyen újságíróról beszélsz te? Hol már újságíró? Más az, hogy valaki újságkiordó, aki hajnal 3-kor, 4-kor kell, és vagy biciklivel, vagy gyalogosan, vagy kocsival kihordja az újságokat. De hogy ő egyetlen egy újságot sem ír, az is biztos. Hát ha írta volna, itt volt 2 alkalommal, kaptam volna legalább 1 darab újságot, nem? Ugye? És azt az embert te mindenekre elhordtad. A feleségét el akarod venni? Menni akarsz le oda? A csajtáradán csalód? Vajon milyen indokból, mit adsz neki? 60 ezer forintos nyugdíjadból, vagy 70? Mert nem több. Így is a lányait tartanak el téged, meg segítenek. Nagyon rendes lányok. Le a kalappal. Felnevelted őket. Megérdemled. És ja, utána a csaj, mikor oda kerül hozzád,
Rögtön el kell mennie dolgozni. Akár vécépucolónak, akár bárminek. Az a Pina miért mondja azt, hogy ő nőgyógyász és orvos? Miért hazudozik ennyit az ismerőseimnek? Katica az unt is letiltotta. Azért, mert szembe szállt vele. Hogy nem vagy te orvos, legfeljebb egy takarító, vagy egy segédápoló lehet. Ennyi. Hát azért már ne viccelje már, mit hazudgátok tikítem. Míg te hazudtad, hogy a pedig én úgy szerettelek, azt te írtad. Azt nem te írtad, azt Rómeó írta, és a Margarétámnak, a kislányomnak. Tudod? A lényege, hogy ketten írtánk ezt a dalt meg. Nem te. Megérted? A kislányt is kinyírtátok. Szégyenbe hoztad az életét, meg az enyémet is. Azért, mert te egy nagy zenész vagy. Mert láttad ottan abban a kislányban a nagy konkurenciát, ugye? De ő abba hagyta, új életet kezdett tanul, és hogyha lehet mondani, a végén ő lesz orvos, tudod? Ezt szeretném mondani. Nem pedig a te nullosztályos barátnőid. Nem akarlak megsérteni, Tina Tatanova, de ne pakoljad magadat. Hol vagy te már, orvos? Azért már ne hazudjál. Messziről jött ember, azt mondta, amit akar, de hazudni nem lehet, nem szabad, tilos. Tilos lenne félrevezetni az embereket. Ezt szeretném mondani. És soha nem vezettem félre senkit. Én amit mondtam, be tudom bizonyítani. Olyan aljas embert, mint amilyen te vagy, van ott még az élet nem látott. Miért álltál rám? Azért, mert a milliómos nőt kihúztam a kezedből, mert nagyon kellett volna pénz neked. Neked kellett volna, hogy kihúzod a házat a kezükből, kihúzod a vagyonát, és mindenből kisemmized, meg kiforgattassad őket. Ugye? Csak erre rájött a Bea, hogy nem foglalkozik veled. És stb. Hagyd ne mondjam még a többi kollégámat, hagyd ne említsem, jó? Hagyd ne vegyem bele ebbe a live-ba. Csak egyet kérek tőled. Egyszer mondd már élő live-ba, hogy mi ment el a Tibitől meg a Romeo a TV-től olyan hirtelen. Tessék, válaszolni erre, mert majd a bíróságon felteszem ezt a kérdést neked. És ha kell, még Dr. Brody Péternek is fel fogom tenni ezt a kérdést. Meg azt a kérdést is, hogy mi volt az a csapda? Mi volt az az újság megjelenés a Riposzt magazintól, hogy kidobtak engem? Holott ez nem igaz? Én be tudom bizonyítani a szerződésekkel, hogy nem igaz. Szerződés van. Nálam is, és Bea pedig olyan helyre tette el, hogy amiről tud a K.O. Laci, illetve a tisztelt lánya. Nem fogsz tudni nyerni. Mert hiába ment el be az asszony, ugye nincs mellettem, de ott a lánya, aki mindenről tud. Veled szembeni szemétség. Tehát te az én életemet úgy tönkretetted, az erkölcsömet és mindent, hogy az iszonyatos. Csapdát állítottál nekem. Igen. Közben összeszedted ezt a Enikő Kelmit is, vagy Lagander, nem tudom pontosan, hogy hívják. Na mindegy, összeszedted ezt, azt mindegyiket, ellenem. Vagy te el akartad adni a Diridári mulatosó nevemet. Itt is vagy, Katica, azon, szia drágám. Majd átküldök egy videót, hát elájultam, hogy a banok mit üzent nekem 3 nappal ezelőtt, és épp most mondom, hogy a Tina, amit állít magáról, hogy nőgyógyász, orvos, hát nem az. Úgyhogy, ha valakiket magyarul, hogy mondjam, szédít, te, Banokra, és te szédíted a fiatal lányokat magadhoz, az ágyadba, és még műsorvezetőnek, és még dolgozzon, és még pluszba még
Mit csináljon? Tudod te azt nagyon jól, ugye? Na. Úgyhogy itt te nem fogsz rúgni labdába velem szembe, hanem majd szépen megkapod a büntetésedet, mert elegem volt belőled. Te ne bizonyítsad azt, hogy én nem tudok énekelni. Te ne bizonyítsd azt, hogy én nem vagyok erkölcsös. Te ne ragaszkodjál mindig egyetlen egy ponthoz. És a Harryet, tehát meg mindenek elhordtad, és őt is te tetted ellenem. És mit mondtál a lányoknak? Előlegbe küldjék le neked a pénzeket. És a lányoktól kész bankszámlára pénzeket, ugye? Ebből élsz, ennyi. Egy nagy csaló ember vagy. Magyarul te most megint nagyon vágtad azt a dolgot, amit szintén el szerettem volna kezdeni. Tehát Budapest Európa Televízió nincs bejegyezve. Nincs. Szünetel 3 éve. Mióta én és K.O. Laci befejeztük a műsorunkat. Kb. Igen. Akkor miről beszélsz te? Miért kérte pénzt át? Bankszámlán. Előre. Ki vagy te? Nem vagy. Nem vagy igazgató. Semmi. Abszolút nem. Így, ha valakivel lehet beszélni, kommunikálni szoktam, ugye, hívott a Peti. Oké, ha valaki szeretne műsorba menni, vagy műsort csinálni, keressen meg engem, adja le a telefonszámát, én pedig átadom a dr. Brody Péternek. Itt nincsen dr. Brody Péter telefonszáma kiadva tőlem, mert nincs. Abszolútom nincs. Úgyhogy te fejezed be, hogy a televízió ellen dolgozol. Lehet, hogy találsz egy-két pancsert, akit felhívsz, és kábítod, mint ahogy kábítottad Lakatos Ibolyát. Gyere fel, csináld a Diri Dári mulatosot. Te nem szégyeled magad? Őszintén mondd meg. Na. Olyan dolgokat találták ki róla, én tettem tönkre a tévét. Hát mi? Mi csodát tettem én tönkre? Hát maradjál már, utána még volt még Mercike, Mulatos Kata, akkor volt még Leznyitó, volt még a Horváth Györgyi, voltak még ugye, még az a Balogh Tündi. Hát sokan voltak még műsort csinálni. Miért én tettem tönkre? Te tettél engem tönkre, haver. Te. Te. Átlátszóan látszik rajtad, hogy hazugsz. Hazug vagy. Egy hazug. Aki elnyomtál engem, és elnyomsz engem. Igen. Tehát távoltartásra foglak ítéltetni a Budapest Európa Televíziótól téged. Tudod, mit jelent? Hogy a lábadat többi oda nem fogod betenni. Soha. Diába pakolod magadat ebből, mert tovább nem fogsz élni. Hogy az embereket lenyújjad, leszedjed, és lehúzzad őket. Elég volt. Azért akarod, hogy én ne menjek vissza, mert tisztességes voltam. Ugye? És jó műsort csináltam. Ez van. Tehát vannak ilyen emberek, mint te, akikre azt lehet mondani, hogy a romaság szégyene, a zenészek szégyene. Mert az vagy, akárhogy is zenész, meg akárhogy is énekelsz, vagy bárhogy mondd magadról, hogy te vagy a legjobb zenész, de hogy a legsimlisebb ember vagy a földön, és a legnagyobb lehúzós ember, és becsapó ember, és kihasználva a kis fiatal lányoknak az életét.
hogy te beígéred, hogy sztár csinálsz belőlük. Egyik sem lesz sztár. Sem a Tina, sem a Menciből. Én még lebegek ég és föld között, mert P. Violettából nagy sztár lett. Mert saját magát sztárrá tette a saját műsorába. És ugye a többi fellépőmet is. Nem beszélve arról, hogy ez egy hatalmas, kiütős négyzettségű. Miért kapálózol te? Itt most Lakatos Ibolya műsor vezetni, ez műsort vezetni, amaz műsort vezetni. Miért? Nem a tisztesség vezérnyel, hanem az, hogy becsapjad ezeket az embereket. Mert semmilyen sztár nem lesz belőlük. Mert abból, aki nem tud normálisan beszélni, nincsen szókincse, nincsen megjelenése a színpadon, semmi, abba soha a büdös életbe műsorvezető nem lesz jó. Ennyi. Tessék, ott van Ördög Nóri, meg lehet nézni. A legszebb, a legcsinosabb, és lehet azt mondani, részemre ő a királynő és a legjobb műsorvezetőnk. Ennyi. Tessék, ugye ő a TV2 RTL, én pedig a Budapest Európa TV. Olyan műsorvezető a Budapest Európa TV-ben soha nem volt, és nem is lesz, mint amilyen én voltam, aki szórakoztattam, aki ha kellett, sírtam, ha kellett, akkor buliztam. Tessék, végignézze a műsoraimat. Igen. Azért van benne az a diridáré, hiszen az egy buli. Hasonló a mentalitásom az MC Haver fiúkra. Próbáltam egy olyat, vagy a Hónaj Mirigy műsort hozni. De nem pont ugyanúgy, hanem másképpen. Tessék akkor, mi a bajod? Szégyed magadban, Oklós, de nagyon. Én általam lettél valaki. A kutya rád nem figyelt fel addig, amíg én be nem sztároltalak. Mert hiszen benne voltunk ugye a Mokka, az RTL, és mindenhol benne voltunk. A rengeteg újság, és minden. Mi volt benne? Bocsi. Diridáré mulató, sopévi lett a K.O. Laci. Nem pedig te, nem pedig Mercikéd, nem pedig Tinácskád. Úgyhogy én csak azt ajánlom neked, hogy nagyon sürgősen tűnjél el az életemből. És soha többé a szádra ne vegyed. Az én nevemet. Ha még egyszer lemocskolsz engem, akkor minden pillanatodban várhatod a bal szerencsédet. Mert várhatod. És szégyeld magadat. Te nagyon. Soha többé nem merjél kérni senkitől pénzt. Előre. Akkor lehet, amikor mész fellépni, hogy adjanak gázsit előre, akkor lehet kérni akár az 50%-át. Úgyhogy azért tudjad meg egy kicsikét ebben a nagyvilágban, miket lehet kérni. Kérhetsz akár 10 000-et, vagy kérhetsz akár 10 milliót. Szabad a pálya. Nincs megkötve a kezünk, hogy mennyi gázsit kérhetünk. Ennyi. Ha pedig valaki rendez valamit, és azt mondja neked, hogy gyere ide, és lépjél fel ingyen, az egy eléggé szemétség. Mert van gázsi minden művésznek. Mert például, amit én mondjuk egy falu napot most elvállaltam, vagy egy nagy rendezvényt kapok, mondjuk 1 000 000 forintot. Abból nekem ki kell hoznom, hogy a zenészekre, a fellépő művészeimre, és satöbbire, ugye a rezsikre, és mindenre. Ugye, és számlával kell kötelezően számolni az az ember, aki ugye megkapta ezt a ponzoláció díjat. Úgyhogy ez is egy nagyon átverési só, amiket műveltek. Mert az más, hogy elmegyek és fellépek, és lemondok a gázsimról,
Mondjuk arról a 300.000 forintról, és menjen a romaság szegényebb rétegére, illetve magyarok ételére, és tessék szétosztani közöttük. Mikről beszéltek ti? Vagy te? Miről beszélsz te? Na, álljál le magadnak a picsába. Fejezve. Ne mocskoskodj, ne szemétkedjé. Igenis, dr. Brody Péter, hívott engem most egy hete is, két hete is. Én, amit ő vele megbeszéltem, azt nem fogom neked elmondani, mert semmi között nincsen hozzá. Állandóan panaszkodsz neki, hogy én vagyok a szentelem. Holott neked olyan videóid jelentek meg, hogy Atya Isten, hát más nő szétrobbantotta volna már az egész világodat. Te aljas. Úgyhogy megkérem az összes hölgyet, mindenkit, aki a Facebookon van, soha többé ne álljatok szóba Banók Lajossal. Senki ne küldjön neki pénzt. Ennyi. Senkit ne tudjon becsapni. Ha valaki műsort szeretne csinálni, meg lehet keresni a Budapest Európa Televízió tulajdonosát, és tessék azzal kommunikálni, leülni az asztalhoz, és megcsinálni egy szerződést, amikor a frankó szerződés ügyvédileg alá van minden írva, akkor tessék azt az összeget átbocsájtani, és akkor lehet kezdeni a mulatósót. Ennyi. Rendben? Úgyhogy nekem te több ilyet ne üzengessél, Lajos, mert nagyon le lesz elállítva. Téged blokkoltatni kell mindenkinek. Tiltatni. Mert te vagy a világ legaljasabb szélhámosa, és a világ legnagyobb csalója. És a világ legnagyobb szemtelen embere. Csapdákat csináltál nekem? Hát persze, hogy azt. Azt hát, hogy nem tudom. Tudom. Nem vagyok én annyira buta nő, csak voltam kicsikén. Mert tudod, csak eltelt egy pár év, és rájöttem a zsiválságodra. Ennyi. Na, hogy te mindenkinek szétvered a pofáját, aki szétvered a husztiét, szétvered a betegnőnek az urájét, férjes asszonyokra mész rá, és csalod őket el, és még azt mondod, Henriettának nincs hangja. Hát annak van a legjobb hangja. Ha hangról beszélünk, a Henriettának nagyon jó, erős, tiszta hangja van. Ennyi. És te ne vidőted Székesfehérvára. Majd ő eltalál egyedül, ha el akar menni. Majd leadom a stúdiósnak a telefonszámát, elérhetőségét, ő szépen elmegy, a stúdiós oda megy a buszhoz hozzá, és elviszi, megcsinálja korrekt módon, és tessék, megvan. Úgyhogy az a stúdiós, az pedig egyáltalán ne panaszkodjon, mert az a stúdiós, az halálosan szerelmes volt belém, és ezért húzta az időt. Ittunk, cigiztünk, beszélgettünk, közben ment ugye a felvétel, stb. Akkor már hagyd, nem mondjam már el. Subi Rolandéknál aludtunk, jól éreztük magunkat, üdvözlöm Szajkó Timikét, Loka Panterát. Ennyi. Te mit beszélsz félre? Te ne beszéljél félre. Hát ez egy tehetségkutató. Hát mit képzelsz te, hogy te majd tönkreteszed a Budapest TV-nek a hírnevét, mert tönkretetted már teljesen. Főleg azt a műsorvezetőt, akinek a legjobban ment a műsora. Haver, hát miről beszélsz te? Megbolondultál ebbe? Hogy csőha? Ennek a nőnek sikerült. Igen. Ennek a nőnek sikerült, kicsikém. De neked nem sikerült az álmod. Mert téged elhagyott a Tina, elhagyott a Mercike. Azóta sincs egyetlen egy nő. Mindenki csalsz magadhoz. Biztonságos életet nyújtván nekik,
Hová hol tudsz már te, more, nekik biztonságos életet nyújtani azon az egy szobáddal? Az is lakbérű, vagy mi főbér, vagy nem tudom mi a bánat. Na, az se a tiéd. Nyisd a házad. Te is vehetnél 2 millióért egy kicsikért lejjebb egy házat, hogy legyen egy saját házad, aztán oda csalod a nőket. De hogy még a nők menjenek hozzád, legyenek műsorvezetők, pluszban még tartsanak el tégedet, nem? Na, halló! Remélem, hogy eljut hozzád, Banok, és valamelyik YouTube-en átdobja neked ezt az üzenetemet, most pedig fordulok, kérek szépen, oda az egyik roma szervezeti elnökhöz, és le fognak téged állítani, mert hiszen én a régi múltamban, még amikor én a Budapest TV-nél dolgoztam, akkor mint elnökasszonyként is dolgoztam. Igen. És te egyszerűen tönkretetted az életemet, a hírnevemet, a becsületemet, és mindent teszel tönkre. Ezt ma jóvá kell, hogy írjad basszájba. Ennyi. Mert te nagyon hibás vagy, mindenben az én életemet tönkretetted. Mindent megtették, kifundáltál, kitaláltál az öcsémnek is. Hogy én onnan ki legyek dobva anyámtól is minden. Anyám halálát is neked köszönhetem. Mindent a te lelkiismeretedre fogok rá. Érted? És ha van ott fent egy jó Isten, és ha van túlvilág, anyám, húzzon téged maga után. Amen. Mert ezt már nem lehet bírni, amit te csinálsz, te szemétláda. Gondolod, hogy én félek a bíróságtól? Vagy a rendőrségtől? Nem. Amit én elkövettem, azt elkövettem, vállalom. Én nem fogom letagadni. De hogy téged ki foglak készítetni, az is biztos. És mind azokat a mocskos ellenségeket, akik az én életemre rátörtek. Elég volt. Nem szórakozol tovább velem. Mint ahogy ott voltam a haveroddal, ugyanúgy oda is találok, tudod? Mert oda találok. Tudom a címedet, tudok mindent. És ha kell, még azonnal foglak letartóztattatni. Ennyi, mert le foglak tartóztatni. Van neked a sitte helyed, vagy pedig a börtönkórházba? Mert nagyon beteg vagy. Ezt mondta nekem a doktor Brody Péter, hogy hagyjalak békén a francba, mert te agyilag rokkant vagy, nem vagy normális, és már piszóárba, vagy nem tudom, mibe pisilsz. Meg behugyozol. Már olyan beteg vagy. Menjen rád az anyám betegsége, meg az enyém is egyszerre. Mind. És olyan szék neked, és kapjál, hogy soha ne tudjál még a vécére sem menni többé. Ámen. Utána még éjjel-nappal csak fossál. Na, ugyanazokkal a szavakkal átkoztanak vissza. Legalábbis ez nem átok, hanem szálljon rád vissza minden átkod, amit te érám tettél. Minden szálljon vissza. Verjen meg téged az Úristen. Az verjen meg téged. Na megártsa. Majd ezekért a YouTube felvételekért, meg kitevésekért is meg leszel büntettetve. Mert én nem töltök fel semmit. És te az én nevemben ott egy ilyen Pikács Violetta depublikátori dolgot is csinálsz. Te vagy a társad, vagy valamelyik őtök. Hát oda Mercike soha nem szólal meg. Soha nem üzen nekem semmit. De a Tina, Tatanovácskád, az állandóan ugatott, amikor én utánam ő, mint műsorvezetőként ott volt. Úgy járt a pofája ellenem, mint a 21. Semmi köze nem volt hozzám. Ennyi.
Különben abból is lehetett volna egy jó énekest csinálni. Jobban besztárolni és tanítatni meg minden. Nem pedig dolgoztatni WC-pucolóként, meg a szart mossa. De azt mondja, hogy ő orvos, meg na mennyi, Banók Lajos, magadnak odébb egy kicsit. Tudom, hol él, tudom, kivel él, tudom, melyik kórházba dolgozik. Egy műtős regénnyel van együtt, akit üdvözlök, és mint takarítóként dolgozik. Nem orvosként, nem nőgyógyászként, azért álljon már le a világ. Mit képzelsz te magadról már annyira? Na, lehet műtős nő is, mármint, hogy műtős segéd. Az azt jelenti, hogy sterilizálja a rongyokat, a kötszereket, a műszereket. Amikor befejeződik a műtét, akkor bemegy a steril szobába, és akkor ott mindent átfőznek, átmosnak, átsterilizálják a műszereket. Elég kemény munka, úgyhogy üdvözöllek, Tina Tatanova. Mert műtős segédként lehet, aki a, mit tudom én, előkészíti a beteget, vagy ilyesmi, de az, hogy te műtesz, meg hogy az, hogy te szülésznő vagy, hát na hát, álljon már le a menet. Én is dolgoztam kórházban, én is dolgoztam műtőben, úgyhogy én is tudom, hogy mik vannak ottan, hogy milyen segéd, ápolók, takarítók, és minden veszi körül az embereket, az orvosokat, a betegeket. Hát ez meg kell is, sőt, többet is, többet kell felvenni, mert a nővérek, a szakképzett emberek nagyon fáradtak. És a kórházak több és több ilyen személyzetet kell biztosítani, hogy a nővér, amikor tényleg nem injekciózik, vagy köti be az infúziót, vagy leállítja, vagy stb. Arra egy segédnővér nagyon jó, hogy megmérje például a lázat. Ennyi. Vagy ki van adagolva a gyógyszer, és elmegy, és odaadja a betegeknek, mert ahhoz nem kell még 8 osztály se. Csak annyi, hogy meg tudja jegyezni, hogy hányos ágyba és hányos betegnek kell mit odaadni. Ennyi. Én minden olyan fárasztó munkám kiszednék a nővéreknek a kezükből, ami plusz munka. És alkalmaznék sima segéd nővéreket. De olyat még nem hallottam, hogy segédorvos műt. Na. Vagy 8 általánossal műt valaki, vagy nem tudom mennyi iskolája van, vagy milyen iskolája van a lánynak. De kár, hogy elrontottad őt, és hogy nem lehet látni, és apa hagyta az éneket, kár. Úgyhogy jelentkezzél, Tina. Tatanova nálam, és csinálok én belőled hatalmas művésznőt. Mindazok ellenére nem kell velem fetrengeni az ágyba, meg ilyesmi. Na. Rendben. Tehát senki nő továbbiakban ne legyen áldozata ennek a Banók Lajosnak. Ennyit szeretnék mondani. Igen, a mély szegénységben élő lányok sajnos feljönnek Miskolcról, vagy átjönnek külföldről, ugye a cigánytelepekről, meg mit tudom én. Nem akarom megsérteni tényleg egyiket sem. Roma telepekről, és próbálnak élet fenntartás miatt, hogy egy picit legyen jobb életük, ugye művésznővé válni. Meg lehet tenni, de a kaput meg lehet találni. Én nagyon rendes emberhez mentem be, ha lehet azt mondani, hogy Tocsik Rómeóhoz, aki soha ki nem használt, aki sohasem nem vett le pénzzel, aki soha még egy kávéra se hívatta meg magát, sőt, még ő hívott meg engem kajálni, sőt, még volt olyan, hogy ő hozott engem ide haza, sőt, még volt olyan, hogy bekerültem a kórházba, ide Bajára, igen, ott voltam nála akkor a műsorban, és nagyon lebetegedtem, és problémám adódott, és lejött, és ellátott kajával, itallal, mindennel. Tehát ez a rendes főnök, tudod? Nem az ilyen, mint te.
Ennyi. Tocsik Rómeó után jutott nekem ez a műsor, mert ugye Rómeó hirtelen elhagyta az épületet. Majd megbeszélem vele ezt a tényállást, de már ő is mondta nekem, hogy nem kell veled foglalkozni. Szarjabb le a szádat. Bocsi, hogy ezt mondtam. Júj! Mondtam, hogy nem beszélek tovább csúnyán, de mégiscsak megteszi néha az ember. Főleg azután a videó után, amit én láttam, ami, ahogy beszél a panokra, és amilyen csúnyán beszél. Rondán. És ne foglalkozzak veled. De mégis most megteszem, talán most ezt tényleg frankon mondom, hogy többé nem foglak említeni, nem akarok sztárolni, bár a TikTokon sztárollak, ott vagy. Bebizonyítottam azt, hogy mennyire meghunyászkodsz nekem, és pitizel, mint egy kis kutya, aki megy a gazdájának a lábához, és hozzá dörzsölődik, és a többi. Olyan kis pincsi kutya vagy. Úgyhogy ez lesz a neved. Pincsi kutya. Mit akarsz te? A nőktől. Hát hiszen 2 perc alatt ájulsz el. Még nem, hogy még nőzöl. A levegőt alig kapsz. A vérnyomásod annyira zuhangat, ide-oda, amoda szalad, meg fut. Nem tudom most, mi lesz veled, hogyha ezt meghallod. Próbálj meg mély levegőket venni, és lenyugodni. Ezt üzenem neked. Én, mint főnököd. Úgyhogy fogd a szádat lefele, panok, mert a végén eladlak téged egy olyan rút csúnya nőnek, már nem eladlak, hanem rátúszítom, hogy veled fog élni, hogy úgy fejbe basz téged, hogy abban a pillanatban ott ragadsz a helyszínen. Hát mit kérdezted, hogy hívogatod a nőket magadhoz? Hát ez veszélyes dolog ám. Kikaphatsz egy olyan nőt, hallod, mint ez a beteg asszony, amikor ide dobta a férje részegen. Elkapta a karomat, elkezdte csípni, marni, hurcikálni maga felé, szinte meg akart engem erőszakolni. Bizonyám, nő létére, és mondtam neki, hogy most lesz, ökölbe basztam a kezemet, és olyat verek be, hogy rögtön kinyúlsz, akkor megijedt a csaj, mert nem volt itt az ura. Még az a szerencs, hogy az urát nem engedtem be. Mert én férfiakat nem engedek be a lakásomba. Mert egy nővel még elbírom, te férfivel már nem. És mondtam neki, ha még egyszer így próbálkozol, akkor nagyon keményen megjárod a magadét. Kikértem ezt magamnak, és stb. Utána elkezdett magyarázkodni, hogy nem, neki csak anyai szeretet kell. Jó. Utána már nem viselkedett rosszul. Nem kapott italt, kapott kávét, kapott enni, inni, megfürdettem, helyre tettem. Nagyon szépen, kedvesen. Sírt, adjam a italt. Dehogy adom. Csináltam neki koktélt, csináltam ilyen barba trükköt, mindjárt megmutatom, hogy mit, hogyha itt elő van, nem tudom pontosan, hogy hol van az a szeszmentes. Becsaptam. Igen, itt van. Nagyon rafinált. Pévioletta, igen, egy kicsit van bennem. Nem is rafinált, csak nem törzsöltség van. Van egy ilyen, ugye? Tessék. És ugye van konyak megtől kezdve minden, hogy hát a süteménybe, amit bele lehet tenni. És ugye ebben nincs alkohol, csak az íze olyan. Úgyhogy ne tudd meg, hogy mennyire megnyugodott az az alkoholista beteg asszony. Ja. Úgyhogy ez van. Úgyhogy ne tudd meg, Banók Lajos, hogy te kivel kezdenél ki. Uh-huh. Igen. Én azt mondom neked, hogy bárcsak a Jóisten odasodorná hozzád. És majd meglátnád. A poklok-poklát jártam át 1-24 órán belül. A poklok-poklát. Bizonyám. Aha. Meg még feljelent az ura. Hát olyan hangfájlokat küldött nekem át a lány, hogy ne tudd meg olyan írásokat és mindent. Azt nem tudja törülni, mert le van már mentve. Aha. Igen. Úgyhogy itt arról van szó, hogy nagyon is itassa a feleségét, és nagyon is
olyan dolgokat csinál, hogy megengedi, hogy elmenjen ide-oda, amoda. Nem bírnak vele, nehéz a, ugye a stílusa, és hát gyógyszereket kell szednie, de mitől is? Mert már annyira agyonitta magát, illetve rászedte a nagy, kemény rivotrilokat, hogy ami tönkretette az egész szívét, életét. Hogy megkérném itt a tisztelt fiatalokat, minden eszetek ágába se jusson olyan, hogy szeszesít arra bármilyen olyan nyugtatót, hogy bármit bevesztek. Mert tönkreteszi a szívet, a májat, az életedet, és hát előbb-utóbb be következhet még a halál is. Igen. Tehát nem szabad. Ezt is a szülőnek kéne elmondani már kiskorába a gyereknek, ugyanúgy, mint ugye a felvilágosítás már 4 éves kortól, hogy ne legyenek áldozatok a pedofiloknak és ilyesmiknek. És mondjuk az olyan dolog is, hogy mit tudom én, gyere, veszek egy csokit, és mit tudom én, na, nem akarom teljes mértékig kifejezni. 4 évesen már óvodáskorban fel lehet a gyerekeket készíteni arra, hogyha észlelik, hogy rosszul van az anyuka, apuka, vagy bármi, hogy a 112-t hívja fel. Nagyon okosak különben. Már az én unokám is 2,5 éves, és nagyon okos. Bizony. Mikor édesanyát kimentettük, akkor még csak 2 éves volt, és a csőrike pohárból itatta, és etette a mamát, és beszélt, folyékonyan beszél, és nagyon okos. Tehát lányt kezdeni, tényleg azt mondom, mert sokan ugye bölcsibe vannak, ezek a gyerekek, ezek már életgyerekek 3 éves korukra. Olyan értelemben, hogy nagyon okosak. Már akkor el lehet kezdeni a dolgokat. Felvilágosítást. A apának a kötelessége a fiú részére biztosítani, anyának pedig a lánya részére biztosítani a felvilágosítást. Nálunk sajnos ez nem történt meg. Édesanyám nem beszélt róla. Ennyi. Na, jó, nem volt téma a régi életben. Ilyenről nem szabadott beszélni. Nem is láthattuk a szüleinket. Se úgy, hogy mesztelenül vagy valami ilyesmi, nem. Ezt szeretném mondani. Ez így van? Na. És hát arra szeretném még kérni, még így tényleg a YouTube társadalmat, illetve ezeket, akik kiteszik, hogyha esetleg nem is a balok keze van csak ebbe benne, hanem a többinek is, hogy tessék leszedni a videókat. Tessék Banók Lajosnak a YouTube csatornáját jelenteni. Találtam 2 éves videókat is, hogy még akkor szidott ezzel a Tinával. Például Mercike soha az életbe semmit én rólam rosszat nem mondott. Pedig én azt annyira elhordtam mindennek olyan sokszor. Még volt úgy, hogy személyesen is, mikor lent voltunk Dömsödön. Vagyis hogy is volt? Ja nem. Nem. Hanem Mercike az egy olyan tiszteletre méltó kis hölgy volt, hogy megérkeztünk, leültünk, fölpattant az asztaltól, és na, mit hozhatok neked akkor? Kiszolgált engem. Mindent az jégvilágon segítőkész volt minden, tehát tisztelte a koromat, és ugye amikor beteg volt a Mercike, nem volt gyógyszere pénz. Én adtam. Így van. Pedig akkor még csak a Romeo műsorában voltunk. És tudtam, hogy beteg a lány, és nagyon sovány, és adtam, igen, adtam pénzt. Majd utána elment dolgozni, és akkor szegénykémnek úgy volt valamilyen, melletted van Oklajos. Szégyeld magad. Engedted volna, hogy a lány meghalljon, hogy nincs gyógyszere. Szemétálva. És a Mercike szerette volna azt, hogy én magamhoz vegyem. Bánom, hogy nem tettem meg. És mindennőtt, aki neked az áldozatod lesz, az mindegyik nőnek segítek, úgyhogy el ne felejtsétek. Ezt szeretném még mondani. Ne legyen senki többé, se a Budapest Európa Televízió áldozata, se a Banók Lajos áldozata, úgy, mint én.
ezt szeretném tisztázni, majd a rendőrség és a bíróságon. Lehet te neked, Balogh Lajos, nincs jogod, hogy az én életemet ennyire tönkreted? Mert igenis leállt a Budapest Televízió működése hivatalosan. 3 évvel ezelőtt. És én voltam az utolsó olyan művész, aki szerződést csinált veletek. Már nem veled, hanem a Petivel. Meg a K.O. Laci. Mi ketten, meg a Bea. Mert így írtuk alá 3-at. Igen. Na, úgyhogy, illetve hát még a Péter is aláírta. Ez hivatalos. A testned rajta van a papíron. Lehet, hogy azért jött ide az a részegeslő, hogy esetleg azt ellopja tőlem. Aha. Lehet. Nem tudja ellopni, mert nagyon jó helyen van. Ennyi. Lehet. Mert én azzal tudom bizonyítani az erkölcsömet. De te, amiket mondasz, te tényleg frankon, hogy azzal a zenész emberrel elmentünk hozzád, meglátogatni téged, mert beteg voltál, nem volt pénzed, és a többi, és nem csak ételtettél, gyógyszereket is kiváltottad, látod? Na. Azt meg én mit csináltam a srácon, az teljesen a magánügyem, vagy ő mit csinált velem. Nem bántott, nem nyúlt hozzám. Ennyi. Nem volt semmi. És utána meg ugye megbeszéltük, hogy együtt járunk, megyek hozzá, stb. Elhunyt a párja, gyászolta még. De te már mindjárt szétkaptad a kapcsolatunkat. És megmondta a Krapek, ha még egyszer a szádra veszed őt, akkor mamus csinál belőled. Takarodjál le róla, arról a zenészről. Az legalább egy tisztességes ember. Jó? Rendben? Ezt szeretném mondani. Na. Eléggé jó, mert kavartad, csúnyákat állítasz, és próbálod az én esküvőmet, ami most lesz, ezt is meggátolni. Nem csak te, hanem mindegyikötök. Igen. Ez borzasztó, hogy tényleg frankon, hogy miért nem hagysz végén Balogh Lajos engem. Meg, hogy te kit fedeszél fel, a kutyát nem érdekli. Hát engem akkor hívott az igazgató, hogy menjek műsort vezetni, mikor Ibolyát behívtátok. Csorokám odament, kifizetett az úti költségre, szállodára, mit tudom én, mit 100 vagy 150 ezer forintjába került. Egy rohadék 2 dal. Ugyan már, hagyjál már, Lajos. Jó, megmondta neked. Üdvözöllek, Lakatos Ibolyám. Jól megmondtad a Balognak. Csak nem én bántottalak téged, hanem álfacebookok, akik írkáltak csúnyákat, tudod? Csináltak egy csomót. Ezt is a Balogh Lajos csinálta. Meg a Pfeffer Tomika. Pfeffer Tomika nagyon el van tűnve. Ja. Aztán ugye a francia Drazsi azt hitte, hogy ilyen könnyű bejutni a tévéhez, hogy csattintok egyet, és bemegyek. De aztán ő rájött arra, hogy te milyen egy aljas ember vagy. Ugye? Mert rájött. Tehát jobb lett volna, hogyha engem soha nem bánt a Zenitő. Meg a Lakatos Matét, meg a Lakatos Ibolya. És a Henrietta. Na, Henrietta is csináltál olyan kemény élő videót a te befolyásoltságodra, hogy nagyon keményet. Igen. És a beteg asszony megcsinált olyan videót, hogy hull a részegen mátósan jött élő videóba. Én megmondtam neki, azonnal törült el. Mert az a beteg asszony az apjáról nekem rokonom. Tehát unokahúgom.
jogosan engedtem be hozzám magamhoz. És jogosan puszilgattam is. Ennyi. De az a beteg asszony, az az én rokonom. Az az én barátom. Te miért nyúltál ebbe bele, ebbe a kapcsolatba? És miért csalogatod el a férjétől? És miért fenyegetted meg a férjét? Hát te sokkal nagyobb bűnt csináltál, mint bárki más a földön. Mindenkivel. Én miért csináltam azért bűnt, hogy ő idejött, elláttam, elment. Szabad ember, én nem foghatom őt le. Hát ez nem zárt osztály, mert ne haragudjál. Az, hogy ide lehívtam, hogy környezetváltozása legyen, jöjjön, menjen, csavarogjon, ha kell, motorozzon, ha kell, bármit csináljon, joga van hozzá. Még a férje sem mondhatja meg, hogy nem mehet. Álljon már le a menet. Hiszen megmondta a beteg asszony, hogy gyűlöl és utálja a férjét. Nem is akart visszamenni hozzá. Csak azért ment hozzá vissza, mert ő gyógyszerezi, megitassa. Amit más ember nem csinál meg. Mert ha itt halt volna meg, itt lett volna rosszul nálam, akkor engem nagyon-nagyon, fú, Istenem, nagyon megbüntettek volna. Ide ledobni nekem egy olyan nőt, aki hullára be van rúgva, és be van plusz anyagolva. Atya Isten! Nekem azonnal a mentőt kellett volna hívni, és vérvételt csináltatni a csajról. Aha. És így csipitozott nekem, mikor az ura viteti a kezelésekre. De mikor meg kiengedik, akkor meg az ura megint csak adagolja a gyógyszereket óránként neki, meg az italokat. Hát azért már arra, hogy kiköveti el itt a bűncselekményt. Az természetesen, hogy az ura. Mert hiába nyöszörög egy nő, hogy adjak neki inni, vagy gyógyszert, amikor nem adok. I am sorry. Már úgyhogy ez van. Balogra, és te ezzel a dologgal semmire nem fogsz tudni jutni. Amikkel te engemet gyanúsítasz, meg bevádolsz, meg jár a pofa lemezed. Legfeljebb csak így hirdeted magadat, hogy Pé, Violetta! Violetta! Te nem tudsz énekelni. Violetta! Te nem vagy zenész! Violetta! Te nem vagy senki! Violetta, te ilyen vagy, olyan vagy, amolyan vagy. De jó, hogy csak egy hapsiról beszélsz. Mi nem beszélsz arról a zenész csávóról, akinek az MC Haver rajongó oldalán bement ugye a dal, amit letátogott a MC Haver dalát. Tessék. Hazavittünk téged kocsival, elmentünk giroszozni, utána elmentem a sráchoz. Jó, zenéltünk, énekeltünk, kajáltunk, utána megaludtunk egy jó nagyot, aztán ennyi. Arról mi nem beszélsz? Há? Vanok, Lajoska. Beszélj márról is egy kicsit. Na. Há? Na, úgyhogy induljon be a kis szád, kicsikém. Drága, édes kicsikém. Picsike kis picsi kutyám. Ne. Gyere, nyaldosd a lábamat. Masszírozz a térdeimet. Igen. Majd ellátlak, ha már nem lesz hol laknod. Van nekem egy palotám, de palotám. Elfér nálam a babám, de a babám. Elfér nálam a Balogh Lajoska. Aztán el reggeltől esti, csak az hozza. Éjjelom-álom, sananári-nana. Ja-na-na-na, ina-ina-na-na-na. Éjjelom-á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 lom
Elfogyott a lóvénéken, de nem iszom már addig a héten. Jaj, de sírva sírok, de báratomban. A Barok Lajos csak azt mondja, jaj, nem tud, tudod, de 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 jaj, de sokat killódott a stúdiós, ott lent Székes Fehérváron. Aztán én adtam neki egy-két csókot, aztán ittunk
egy kávét közben. Mentek a jó dalok. Felénekeltem el azt is, hogy ó, Mr. Alkohol, hát itt vagy már megint. Jajlom elom, sarámmal, pejrodejrodem. Meg azt, hogy szerelemre születtem. Elrepült a dal. Hiálom, álom, sarádár, idadám. Meg még tudod, fel akartam énekelni azt is, hogy ki volt itt, de ki járt itt, de kinek a pipája maradt itt, de csorobanok Lajos pipája maradt itt. Hiálom, álom, álom, sarádám. Csinálom a dilidári mulatósót, Violet Shop, dilidári, és úgy utána az lesz, hogy Violet Shop. Ennyi, Banók Lajos, úgyhogy vesztettél. Ennyi. Na, ne csinálj tovább, álljál le, ne rongáld az életemet, nyugodj le, mert kemény helyzetek fognak veled történni. Megértetted? Húzza a videókat, de azonnal. És szokjál le rólam. Tudom, hogy hiányzik a Budapest Televízió, de mivel nem vagy beoltva, drágaságom, jobb, ha otthon maraszakadnak otthon kampányba. Nem, ha te elkapod a pandémiát, abban a pillanatban kinyúlsz. Én pedig már be vagyok védve, megkaptam a védettségi kártyámat, és el is telt már a második vakcina után egy 11 nap, 12 nap, úgyhogy ez van, tudod? Na, ma van az a nap, amikor édesanyát ugye eltemettük, nyugtassa drága jóisten édesanyámat, anyánkat, és tudod, fogd a szádat lefele, Isten ne bántsad azt a lányt, akit egy tisztességes, nemes asszony nevelt fel. És egy nemes ember, aki apám még él. Figyelj, 90 éves a fater, de ha megtudja, hogy ezt csinálod, ő maga fog egy gubibotot, az akkor átcsap rád, hogy rögtön abban a pillanatban ott ragadsz, érted? A tett helyen. Megértetted? Úgyhogy kopjál le róla. Igenis, én egész kicsi korom óta zongorázok, melódikázok, zenével foglalkozom, színész vagyok, regisztrációs színész is, énekes is, és minden. Hagyjál békén, Banók Lajos. Tanultam annyit én is zenélni, mint amennyit te. Ezt szeretném mondani. Ugyanúgy tudom a elméletből a dolgokat, mint ahogy te. Te levizsgáztál egy regisztrációt, kaptál semmi mást, a regisztráció meg már lement, lejárt. Teljesen mindegy, nem kell most már hozzá vizsga, semmi ahhoz, hogy valaki énekes legyen, hiszen látni lehet az, hogy bárkiből lehet bármelyik pillanatban énekes. Az X-faktor az pedig nem egy tehetségkutató, hanem az egy műsor, az egy show műsor. Bekerülnek ugye a rossz énekesek a rossz kategóriába, kigúnyolva, hazamegy sírva, tombol, ráállnak, nem adják békén, ugyanúgy, mint engem sem. Felénekeltem a Bajai gyerekkel, a Bőriz még szerelmünk, szerintem ott van az a bebizonyított tény, hogy nagyon jó és nagyon szép a lírai hang. Azon kívül ugye belettem hívva retro mulatósba, te véletlenül a, mégiscsak a Rómeóékhoz mentem. Ott voltam, jól éreztem magam, rengeteg fellépésem volt, rögtön kaptam ugye Svájcba meghívást, illetve az osztrákokhoz, és figyelj, Banók Lajos, egyik nap mentünk, mert jöttek értünk, és vittem még a családfámat is, kettőt, illetve nem családfámat, családommal két ember, el lettünk szállásodva, úti költséget fizették, kaját fizették, és tudod, mit drágaságom. Egy Milkóval jöttem haza. Na, a Rómeó műsorába voltam. Ennyi. Neked volt ilyen szerencséd a Tináddal, vagy a másikkal? Nem hinném. Nem hívták, a kutya nem hívta őket. Manapság is engem keresnek, engem hívnak. Most már megyek.
Na, úgyhogy ezzel zárom is már lassan a live-omat. Szerintem az agyadhoz elért, akkor ezek után már légy szíves, takarodjál le a hírnevemről is, rólam is. Tóth, üdvözöllek, ezt most az előbb olvastam el. Itt vagy még? Hajni? Hajnalka? Jelensz, hogy itt vagy-e még? Na, válaszolnék. Nem hiszem. Nem. Dr. Brody Péter nem csinálja kettőnk között a feszültséget, mert Dr. Brody Péterrel én szoktam beszélgetni. Szinte napi szinten. Én mindig elmondom neki, panaszkodom. És ő azt állítja, hogy a Banók Lajos panaszkodik neki, és hogy én vagyok a szemtelen, nem a Banók Lajos. Tehát ő inkább védi a Banók Lajost, azt szeretném mondani. De mondjuk még annyit is mondott, hogy szarjam le a száját, illetve ne foglalkozzak vele magyarul, és ne reagáljak a szemétségeire. És fejezzük be, ezt már kérte bár fél éve, egy éve a vitát, de a Banók Lajos mindig. Tehát én befejeztem Hajnika, azt hiszem, hogy már láthattad, két hete nem foglalkoztam vele, nem mondtam el a neveket, próbálom valahogy elfelejteni ezeket a sérelmeket, feldolgozni. Hiszen ez lenne a legjobb. De a Banók megint csak csinálja a feszültséget, és olyan kemény live-ot csinált most, a YouTube-on, úgyhogy át fogom neked küldeni, és akkor majd hallgass meg, hogy mit csinál. Szóval azért ennyire nem szabad ellenem dolgoznia, mert ugyanis amiket ő mond, ezeket a vádakat, így ezáltal nem hinném, hogy lesz egy fellépőm, és soha többé talán nem lesz. Nem lesz. Mert a Banók Lajos éneket beszél, és el lesz állítva, mégpedig úgy, hogy a roma elnököknek fogok szólni, sőt, a Vajdának fogok szólni, a roma Vajdának. Igen. Én megkeresem most a roma Vajdát, és ő vele meg fogom ezt beszélni, és majd meglátjuk, hogy most akkor mi van itten, miért csinálja a feszültséget, miért talál ki ilyeneket, miért töltik ki nekem a live-jaimat, és majd ők majd fognak segíteni, igen, a roma szervezetek, mert ő hozzájuk fogok fordulni. Igen, mert muszáj vagyok, mert zömében ők bántanak. Igen. Tehát van bennük roma vér azokban, akik engem bántottak. Tehát a Lakatos Matild, ugye, arra hivatkozott, hogy a keresztanyja a színes Magyarország párt megalapítója, ugye, én annak voltam az elnökasszonya, a budapesti alapszervezeti, illetve a vidéki, de az még így kérdőjelezve van, mert még nem alapítottam meg, bármikor meg tudnám tenni, de nem tudom, mi van a párttal, majd körülnézek, hogy működik-e vagy nem, de szerintem még működik. Annál a pártnál éreztem azt a valamit, amiről most nem akarok beszélni, majd a roma elnökök előtt fogok beszélni. És többét valószínű, hogy csatlakozom, mint roma képviselőjelöltnek majd, és bekerülök a parlamentbe, és a végén pedig majd rend lesz. Úgyhogy az ilyen Banók Lajos félék, ezek le lesznek állítva, mert nem hozhatnak a rómaságra szégyent, nem. Mert a roma a romát nem támadhatja, és fel kell zárkózni ide Magyarország népéhez. Mert 90%-ig már bekeveredett a nép, úgyhogy ezt szeretném üzenni, még pluszban még a Banók Lajosnak. Én ahány helyen voltam, nagyon sok helyen voltam, igen, voltam zsűri is. Ez van, mert ott van fönt a YouTube-on, azt is átküldöm neked. Fel is léptem, autentikus cigánydallal, tánccal is, illetve dallal is.
Imádtak is a romáink, kapaszkodtak is belém, tehát lehettem volna akár egy nagyon-nagyon jó képviselőjük. De a Banok Lajos az erkölcsömet rongálja, és ezáltal én szerintem ő azt akarja elérni, hogy ne kapjak erkölcsi igazolványt, igazolást, semmit. Tehát, hogy legyek elítélve, börtönbe kerüljek, esetleg valaki agyon verjen, esetleg valaki agyon csapjon. Tehát, Banok Lajos, fejezd be! Az én életemre te ne törjél! Mert a végén te fogsz úgy járni, amit te nekem akarsz. És a bandád. Hagyd abba! Hát ez az, amikor én megbeszéltem vele, hogy Lajos, csináld, és stb. Itt vagyok, csináljuk. Hát hiszen, mint műsorvezetők, én nagyon jól vagyok, ezt te is tudod, nagyon jó, Hajnika. Ez van. Nem, vele nem lehet kommunikálni, ő ki akar engem csinálni. Érted? Ki csinálni? Ja, és akik voltak fellépőim, Hajnika, azokat mind magához dédelgette, és lebeszélte rólam őket. Hát nem, hát, de hát ő most bűncselekményt fog rám hajni. Hajnalkatót rám fogja a Banok Lajos a bűncselekményt. Ebben a legutolsó videójában. Igen. Tehát itt az a beteg asszony, az egy nagyon mocskos nőszemély. Érted? Ide lejött, kiadott engem a Banok Lajosnak minden tekintetben. Az a nő, az nagyon irigy rám, hiába 40 éves, de le van a csontjáig fogyva, érted? És egy kétszínű alkoholista, beteg, alkoholistáról beszélünk, nem beteg ő, alkoholista. Na. Tehát ő csak kábult állapotában érzi jól magát. Ha be van kábulva, el van ájulva. Amúgy, ha józan, akkor nem nevet. Csak mindegy szobor úgy van megmeredve. Na. Ez van. Igen, volt ilyen, de most a legutolsó lábjában már megint szemét. Előtte is szemétkedett. És rungálja a becsületemet. És hogy mondjam neked? Nem, egyszerűen nem. Le kellett tiltanom mindenkit, Hajni, hogy ne bántsanak már engem az emberek. Ezt nem lehet elviselni. Amikor a Henrietta lábjában voltak a dolgok, emlékszel rá? És közben Bécihez ment a vonaton. Nem ide, de ő hazudott. Akkor most olyan nőnek fogtok hinni? Meg, hogy ő bemegy a Sláger TV-be, a Banok Lajos. Ugyan már. Bárkinek lehet műsora. Nekem is lehet a Sláger TV-nél is műsorom. Van 10 mirkom, kidobom, az van műsorom, ennyi. Vagy ha találok egy ponzort, aki beponzorálja, és akkor abból a 10 mirkóból visszajön 50 millió, hirtelen, akár 3 hónap alatt visszapörgetheti az ember. De lehet egy nagy bebukás is, mert ha nem jó a műsorvezető, nem tud jó előadókat vinni, akkor ott neki annyi. Na. Tehát én tudom, én értem ezt, a kis ujjamban van minden, Hajni. Azért csak 40 év van a hátam mögött. Olyan értelemben, hogy ugye
még művészként is, színészként is. Ja. Voltam én a barátok közben, jóban, rosszban, mindenhol voltam. Úgyhogy ennyi. Mondjuk tizenpárhány évvel ezelőtt, de hogy mondjam nektek, a neked valóban is. Hát mindent megpróbáltam, hogy vissza tudjak elveszkélni, de a banok mindent megpróbál, hogy engem kinyúfancson. Minden tekintetben. Igen. Nem tetszik neki. Mert fél. Mert konkurenc vagyok, konkurencia. Érted? Mert akkor a lóvé nem hozzá megy, hanem dr. Brody Péterhez megy hivatalosan. Amiről ő számlát és mindent ad. Érted? Na. Úgy nem tudja lehúzni az embereket, mert ő valakit hoz, akkor bemutassa a Petinek, és akkor a Petinek ugye ami ár, azt odaadja, és a többit meg lehúzza az előadó művésztől. Tehát garázdálkodik. Lehúzós. Ez van. Igenis, aki a műsorvezető, az a főnök. Az mondja meg, ki jöhet, az állítja be a próbát, és mindent. És azon áll, és azon bukik minden. Érted? Köszönöm szépen, Hajnikám. Nem lehet, Panoklással nem lehet beszélgetni. Panoklás olyan, hogy nem akar együttműködni velem, és nem akarja, hogy az én életem jó legyen, és nem szeretné, hogy azok az előadó művészek ugye nekem dolgozzanak, hanem ő úgy szeretné, hogy neki dolgozzanak. Érted? Ő igazgató akar lenni. De csak akar lenni, ő nem igazgató. Először is elmondanám mindenkinek, hogy nem igazgató. Hát igen, igen. Na hát, szóval ismerem a Brody Petit, hogy milyen. De a Brody Petibe meg lehet bízni. A Brody Peti az egy igazságos, rendes, tisztességes igazgató. Itt mindig a Banók Lajos pasztáján az egész felépő művészeken. Nem a dr. Brody Péter. Ő egy nagyon rendes, kellemes ember. Sajátja az online televízió, van hozzá joga, hogy beleszóljon a műsorba is, de általában minden a műsorvezetőn múlik. Én ismerem dr. Brody Pétert, a legrendesebb ember ezen a világon. Megértő. Én jó viszonyban voltam vele. Mi tudtunk egymással kommunikálni, hiszen doktor, ugye? Tehát az értelmi szintje az ott van, és az enyém is ott van mellette. Egy primitívebb emberrel, aki csak utál és gyűlölködik, azzal nem lehet beszélni. Nem lehet mit mondani neki. Érted? Hajnikám, ha elmentél, ha itt vagy, hallod, majd visszanézed. Tehát egy tanulatlan, primitív, azt se tudja, merre jár, nem lehet kommunikálni. Nem. Mert buták, mint a sötét éjszaka, egy-kettő, tisztelet a kivétellel, és az erőt érzi magába, de ne érezze magába az erőt, mert egy nagyon gyenge ember. Akár verekedés szempontjából, akár bárhogy. Tehát nem tud megnyerni egy perc sem. Beszélni sem tud. Mert csak a mocskos dolgok hagyják el a száját. Figyelj, van kollegitás, ugye? Van olyan, hogy televízió titoktartás. Ezt ő nem tartotta be. És nem tartja be Varga Irén sem. Ezek törtetők. Jól mondják, óvakodj a törpétől. De ezt nem úgy mondom, hogy kicsi a növése, hanem kisember, és a kisembereknek van egy
egy olyan erős akaratuk, mint egy 2-3 méteres embernek. Tehát azért ne tévessze magát össze azzal, hogy ő neki megy a lakatosi bolyának a férjének, megfenyegeti őket, meg a másiknak is, ennek a betegasszonynak az ura, az is egy kis növésű. Ezek a legveszélyesebbek a világon. Ezt szeretném mondani. Tehát, hogy nincs tekintélye. Hát a Tina mekkorával magasabb volt tőle, na, egy fejjel. És itt az uram? Az én uram van, itten vanunk, Lajos. Ó, hát nem szabad így levezetni egy műsort egy nőnek, aki műsorvezető. Szépen, tisztességesen kell felöltözködni, és nem ripakodni, hogy ki az ura. Én is sokszor hülyéskedtem, itt van velem szemben a szerelmem, az a dr. Brody Péter. Meg hát ugye üzentem Orbán Viktornak, adja ide a felcsúti csarnokot, meg ilyenek, meg stb. Stb. Elképzelhető, hogy most meg tudom beszélni a tisztelt miniszterelnök úrral, hogy legyen szíves sajtam segíteni, hiszen itt volt a pandémia idő, itt volt az, hogy anyuka elhunyt, itt volt az, hogy tényleg frankon dolgozni nem tudtunk, pláne én nem tudtam dolgozni, hát egy, hogy az elköcsömet nagyon-nagyon bántalmazzák, kettő, hogy félelembe tartanak. Hívtak engem, de sok helyre nem mentem el, de nem mertem elmenni. Meg a többi, hogy annyira, de annyira sok az ellenség, de persze a sikeres embernek rengeteg az ellensége, Hajnika. Tisztelettel szeretném ezt mondani. Tehát a siker sem jó, mert az is ezzel járható út. A támadás és ezek a sok mindenek, amik vannak, hát azért ezek nagyon kegyetlen dolgok. Amikor már tényleg az ember még férhez sem tud menni, mert azt mondják, hogy na, te neked mik vannak ott a YouTube-nál kitéve, és ugyan, és stb. Hát persze, hát az egész erkölcsömet rongálja lefele. Ez nem szabadna. Mert ha én csinálok egy élő live-ot, ez a live, ez az enyém. Senki másé. Nem teheti ki egyik YouTuber sem úgy, hogy én alkoholista vagyok, részeg állapotában, és soha nem iszom, szeretném mondani, pláne mióta megműtöttek, azóta abszolút nem ittam. Nem is bírtam, mert hiszen olyan gyógyszereket szedtem, hogy egy korty szeszes ital azonnali halálomat okozná. Olyan gyógyszereket szedek. Ennyi. És azért tényleg álljon már le a menet, szóval nem lehet ezt csinálni továbbiakban. Álljanak le. Mert tényleg, hogyha az ember csinál egy kedves lágot, mert hiszen azt csináltam, nem követtem el semmi bűncselekményt. Boldog perceimet. És ugye jöttek be a tisztelt emberek, rányok, csajok, srácok. És a végén mindenki gyűlöl, mindenki utál engem. Közben felkapaszkodtak a hátamon, és közben leszették a jó ismerőseimet, többek között Lakatos Matild, Lakatosi Bolya, Büdi Henrietta is. Nem beszélve Banók Lajosról is, mert hiszen nekem mindig voltak rajongóim, és gondolom, hogy majd lesznek is, mert most egy sincs magyarul. Egy sincs. Meg kell, hogy mondjam az igazságot, hogy egy sincs. Elveszítettem mindenkit, hitelemet elrontottam, igen, mert a Banók Lajos ezt állítja. És ez nagyon-nagyon csúnya dolog. Akkor ez a Szenikő, jaj, hogy nincsen neki jó lelke, jaj, hogy kimentem a bálánkba lekötözni, hát kötöztetned te saját magadat. Az a kötözés, az rád megy, Enikő. Rád megy, tudod? Minden nap imádkozom érted, hogy ne legyen bajod, persze. De te, ha rosszat tettél velem, akkor arra számolhatsz.
hogy visszamegy rád minden, minden átkod. Aha, és lekötés, és minden. És olyan félelembe tartotok engem, és olyan üzenetek jönnek a YouTube-ról nekem, hogy az iszonyat. Hát szóval most akkor komolyan mondom, mi kezdve? Szeretnék erre mondjuk választ kapni. Én a legjobb lelkületű nő, aki tényleg mindenkinek meg tudok bocsájtani, és ezt ígérem is, hogy megbocsájtottam. És be is tartom, negyik ötöket sem gyűlölöm. Nem utálom bennem, a szívemben nincsenek utálatok. Nem lehet? Nem férhet el? Nem férhet el egy tiszta lelkületű emberbe a gyűlölet, és bennem nincs gyűlölet. Még a saját testvérem ellen sem, aki az anyámat kidobta a házából, és aki kisemmizett engem a vagyonomból. Nem, nincs. Én mindenkinek megbocsájtó lelkületű hölgy vagyok, és ajánlom nektek is, hogy azok legyetek ti is. És akkor ezek a hölgyek mind, kivéve Bedehabítót Hajnit, feljelentettelek, fel foglak jelenteni. Jaj! Ó, Istenem! Hát azért nem annyira buta a rendőrség, meg a bíróság sem. Hogy miket próbáltok ti én rám kitalálni. Ti nekem a telefonomat már régen hallgatja a rendőrség, mióta megfenyegetett Lakatosi Bolya párja. Meg még, ugye, még egy ember, a Budi Henrietta, akivel élt, nem ezzel, akivel most van a végeben, és még egy személy szintén, meg még egy négyen fenyegettek meg eddig, négyen. Sőt, ott a YouTube-on meg körülbelül 40-en. Igen. Ennyi. Úgyhogy itt nem fog egyik rendőrség sem nektek hinni, mert a csapda, amit fölállítottatok ellenem, közös erővel, ezt fogja vizsgálni, és ezt vizsgálja elsődlegesen is a tisztelt nyomozóhivatal. Ennyi. Hogy miért? Ugye az indok, hogy miért is. Kik és mik. Az a baj, hogy van három dolog, amiért. Tehát összefüggő három dolog. Igen. De hogy azóta van ez a nagy baj, amióta a X-faktorban voltam, az biztos. Nem szabadott volna oda elmennem. Az első X-faktor után lett a üldöztetés. De gondolom, hogy nem azért csinálják az X-faktort, hogy ennyire embereknek a életét tönkretegyék. És különben már akkor én már az ügyészségen feljelentést tettem az X-faktor ellen, de ugye valahogy megállapodtunk, hogy akkor na jó, menjünk vissza, akkor ugyanúgy elkövették. Utána meg, mikor 2018-ban mentem, akkor meg nem követtek el semmit, csak annyit, hogy összehabracsoltak minket a K.O.-lacival, a K.O.-beával, hogy társba. És ez viszont egy jó show volt, ugye, részükre. Mert hiszen ott besztárolták K.O. Laci Beát, és besztároltak engem, és besztárolták az Ómiszter alkoholomat. Mert azt lehet mondani, hogy ez egy show times. Tehát aki bekerül az X-faktorba, számítson arra, hogy showba megy be. Értitek? Ez nem is arról van szó, hogy tehetségkutató, hanem arról van szó, hogy kiben mit találnak meg, kit hogy tudnak betanítani, és ugye marad a végén az a pár ember, aki megy be a táborba, illetve a székekre ül előtte, vagy mit tudom, hogy van ez, és kiválogatják, hogy kikkel tudnak csinálni egy hatalmasan showtimes-ot. Mert hiszen szükség van az előadó művészekre, külföldökre menni, ide-oda menni, amoda menni, és akkor ugye van egy nyertes, vagy illetve első három, és a többi. Tehát, hogyha bekerülsz, és hogyha még ki is cikiznek, akkor sem kell sírni. Akkor is emelt fővel gyere ki,
onnét, mert ugye most is fog kezdődni, és hát örülj neki, hogy megismert a nép. Majd utána büszkén viselt a következményeket, ha megbuktál, vagy ha bármi is szarság jött le, vagy jó, vagy rossz, de zsűriket bántani, visszaválaszolni, ilyesmit lehet, mert lehet, mert annál jobb, vagy minél nagyobb botrányt csinálsz, ezek szerint, mert ott a nagy négyzettség. És ennyi. Na. És besztároltad magad. És az sincsen ingyen, ugye? Mert nagyon hosszú utakat kell megtenni, főleg külföldről, főleg vidékről. Hosszú napokat ott kell lenni. Reggeltől szinte estig. Lehet, hogy csak estére kerül rád a sor. Ennyit szeretnék mondani, és ha bejutottál, akkor ez egy hatalmas reklám. Érdekes módon a legutolsó X-faktoros dolog, az nincs fent a X-faktor honlapján. Valahogy eltűnt, vagy nem tudom, eldugták, mert túl jól sikerült. Tehát engem ott besztároltak, úgyhogy ennyi. Köszönöm szépen. Tehát jóvá tették. Beszélhettem a műsoromról, megismerhettem, ugye, a Gigit láthattam. Igaz, hogy kiskorában láttam a Gigit. Még az első, meg aztán, vagy a, várjatok, meg, igen, meg aztán, igen. És ott végig vonultunk, meg minden, úgyhogy együtt mentünk. Nagyon szuper volt. Igen. Tehát én akkor ott voltam, mint ilyen külső munkatársként. És ugye a Váci utcában végig mentünk. Ez nagyon-nagyon-nagyon szép emlék volt. Igen. Bizonyám. Bizonyám. Hello, X-Faktor. Szervusz. Üdvözöllek titeket. Üdvözöllek titeket a Páldusz mama. És hát legközelebb majd ugye megyek hozzátok valami jó kis pón ilyen dalal. Jó, na, úgyhogy ennyi van. Hát vagy a Zalatnai Sacinak az egyik dalával, mert arra jöttem rá, hogy inkább Zalatna is a hangom, mint Kovács Katis. Tehát lehet azt mondani, hogy inkább a Koncsuzsi és a Zalatnai közötti tök jó hang van meg nekem. Amire rájöttem most így a műtét után, meg mindenhogy így elkezdtem magamat képezni újra vissza. Addig nem is törődtem vele, mert nem, mert ugye dolgoztam, más volt minden. Oda meg csak azért mentem el, mert elmentem, hogy nagyon-nagyon sok előadót és embereket ismerjek meg. Tehát tulajdonképpen ez van. Na, puszilag titeket, sziasztok! Befejezem a live-omat. Puszi, jó ebédet, majd jövök.